Maszkban érkeztek az első osztályos tanulók a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium új épületébe. Az évnyitó ünnepséget a hatalmas tornacsarnokban tartották meg, ahol a gyerekek a védőtávolságot megtartva foglaltak helyet. Ha aggódsz, jusson eszedbe, árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, akire nézek, az vagyok. Németh Tamás iskola lelkész ismertette a diákokkal a 2020-2021-es tanév igéjét, majd Szász Lajos református lelkész köszöntötte a diákokat. Jézus szavait szeretném idézni Márk evangéliumának 5. fejezetéből. Nagyon egyszerűen megjegyezhető néhány szó, remélem, hogy a következő hetekben ott marad a szívünkben mindannyiunknak, hiszen szükségünk lesz rá. Ezt mondja Jézus, ne félj, csak higgy, ne félj, csak higgy. Sok-sok okunk van félni, sok-sok okunk van megrettenni ezekben a napokban, de azt hiszem, hogy keresztényként óriási erőforrás az, hogy nem csak annyit mond Jézus, hogy ne félj, ezt olyan könnyű hangoztatni, hanem azt is elmondja, hogy a félelem ellenszere, a hit. Kassai Ferenc polgármester és Németh Zoltán alpolgármester idén is egy kis meglepetéssel érkezett minden kerületi általános iskolába, így a Rózsakertibe is. Az a hagyomány most már több mint 10 éve, hogy azok a gyerekek, akik Budafok-Tétényben kezdik a általános iskola első osztályát, egy kis ajándékot kapnak. Ennek az elemei egy tornazsák, illetve ezen belül a tanulás segítő egyéb eszközök, színes ceruzák, zsírkréták, logikai játékok. Nagyon népszerű, nagyon szeretik, és segíti ezt is a új világba való belépést, az óvodából, az iskolába. A belépés az bizony néha félelmekkel is van tele, és ezt a félelmet segít elűzni. Igazgató úr, Bence Péter, elmesélte Szimba meséjét, ahol a bátor kis oroszlán az iskolába is félelem nélkül ment. Hát a mi elsőseink is itt a Demjénben úgy látom, hogy jól érzik magukat és félelem nélkül érkeztek. Külön érdekesség, hogy egy másik közösség, a Budafoki Labdarúgó Klub, a BMTE első osztályú csapatának a címere díszíti ezt a tornazsákot, és a piros-fekete BMTE színekben pompázik, büszkék vagyunk rájuk is, és azt mondtam, hogy ahhoz, hogy csodák legyenek, ahhoz el kell végezni mindenkinek a saját munkáját. Ezt megtették a labdarúgók is, és még inkább megtették a Demjén István általános és középiskola tanárai, dolgozói, valamint a budafoki református gyülekezet, és ezért lehetünk nagyon büszkék erre az új épületre, ami egyben a kerület legnagyobb iskolája is lesz hamarosan, hiszen már most több mint 700 gyerek jár ide, pedig még nem is telítődtek a lehetséges helyek. Az ünnepség végén a tavalyi év legjobb tanulói vettek át elismerő okleveleket és könyvjutalmakat. Bence Péter igazgató virágcsokorral köszöntötte az első osztályos tanítókat és a 9. évfolyam pedagógusait. Az év az viharosan indult, gondolom, minden más iskolában is ezzel a Covid bejelentéssel, illetőleg az EU protokollal kapcsolatos teendők miatt. Nálunk a gimnázium épületének a működési engedélye az utolsó napon került kiadásra, tehát birtokba tudtuk venni a gimnáziumot. Gyönyörű épület elkészült. Egy 3-4 lépcsős projektnek gyakorlatilag a közepén tartunk. Az első lépcső az volt, hogy a gimnázium épülete készüljön el. A második lépcsőben a régi épületet, tehát az általános iskola épületét belülről korszerűsítik. Ez jelenleg felénél tart. A tervek szerint tudunk haladni, akkor ezen a héten az első emelet is teljes mértékben elkészül. Most jelen pillanatban ott csak 4 termet és az irodákat tudjuk használni, és október 6-áig fog elkészülni a második emelet, akkor tud visszakerülni a 5. és a 6. osztály is abba az épületbe. Addig itt összehúzzuk magunkat. De hát nincs nehéz dolgunk, mert a 11. évfolyam 1 osztály,
tizedik évfolyam szintén egy osztály, és csak a kilencedik évfolyam három osztály, tehát itt van helyünk, és hát nyilván ezt ki is használjuk. Szigorú előírások mellett kezdődhetett meg az idei tanév, amit mindenkinek be kell tartania. Az MA kiadott egy közel 80 pontból álló utasítássorozatot, amit igyekszünk betartani. Jelen pillanatban ugye az van, hogy bejönni az épületbe idegennek csak igazgatói engedéllyel szabad. A tanulóink, ha bejönnek, akkor kézfertőtlenítés és maszk a közösségi terekbe. Ez nyilván az osztálytermekbe, a tanítási órára nem vonatkozik, de ha kijönnek és vegyülnek, akkor igen. Illetőleg a tanítási órákon pedig próbáljuk a védőtávolságot tartani. Most abban az esetben, hogyha egy teremben osztálycsere történik, akkor a termet feltöltani kell, és ugyanez vonatkozik az étkezésre is, tehát turnusok mennek, és minden turnus után feltöltenítő felmosás és lemosás következik. A diákok nem bánják a szabályokat és az előírásokat, annak örülnek, hogy nem otthon kell tanulniuk, és jöhetnek újra iskolába.